Hát én arról a 13 részes sorozatomról beszélek egy pár szót, amiből a 5. epizódot mutatom be, büntetve titeket, magamat, meg azzal, hogy kevesebbet beszéltek. Ez egy amerikai szerzőnő, én férfinek hittem, mert Viktor volt a nevében, kiderült, hogy egy amerikai hölgy költőnő múlt században élt, és a költészet, tehát azt hiszem egy kicsit csútba dobva, elkezdett egy ilyen rossz csont kölyökről írni, neki is volt vagy 9, úgyhogy azt hiszem kicsit indokolta is ez. És akkor a népszerűsége volt, hogy angol nyelvtelete később Magyarországra is átkerült, tehát Európában. Én nekem sikerült a barátném révén az első kis formátumokat, ami kis ponyba füzetek formában jelent meg Amerikában, később Angliában. A férje szerkesztő volt, ő találta ki tulajdonképpen ezeket a 10 filléres regény formátumokat, amik olcsók, kicsik, zsebre vághatók. Nálunk is nagyon népszerű volt a század elején. Lényeg az, hogy ezt nekünk a Karinti fedezte fel, és most érdekes módon, mert az eredetikben sem volt sehol föltetett, vagy ki a szerző, és a Karinti idejében se tudták, úgyhogy a Karinti által fordított először 18-ban, majd a 20-as években, 30-as években, és aztán nagy megszakításokkal 80-ban jelent meg újra, már feltüntetve az írót, ezt a hölgyet, akiről most sem sokat tudunk, és a pláne arról nem, hogy, mert először azt hitték, hogy ezt a Karinti falból csinált, hogy ő fordította, ő sírta. Hát ki kellett volna tőlem, de rendkívüli népszerű lett, a mai napig az. És én az 70-es években ezt egy újjal kipötyögtem egy kölcsönkapott könyvből, de gyerekkoromban olvastam, és hát nagyon tetszett, persze, rettenetes rossz helyesíró voltam és vagyok mai napig, úgyhogy ez is szimpatikus volt bennem. Az adaptációban az volt a lényege, hogy ezt hogyan lehet átültetni, ezt a rossz helyesírást szövegben. Mert ez az első beszédes filmem, tehát eddig mindig magam írtam a filmeket, adaptációt, csak kettőt csináltam, egy Krudi novellát, és egy szintén egy angol szerzőnek a művéből, a Gertrude nevelőnő. Elég az hozzá, hogy hát nagyon jó partnerom volt a színésztő, aki hát ezt nagyon jól, remélem, hogy önök is, önöknek is ez a véleményt prezentálta, ezt a gyerekeknek a félrehallását, ezt állítólag ennek a hölgynek a férje, aki mondta, író és szerkesztő is volt, ő találta azt is ki, hogy lehet a nyelvbe szemléletesen utánozni a slang nyelvet, és így egy kicsit még közelebb hozni az olvasót, olvasás útján egyébként hallattól ilyen, akár a négereknek a jellegzetes tájnyelvét, szlengnyelvét. Hát, vágjunk bele. Felosontam Lili szobájába, és belebújtam a bundájába, hogy megijesszem Tintit, mint egy nagy fehér kutya. De kiesett belőle egy levél. Drága Lilikém, pakolj össze a kocsivár este 9 órakor a sarkon. Légy óvatos, a te Johnnyt. Újjé, ezt tett a Mur doktor írta, és mindjárt 9 óra. Kislisszoltam az utcára, és még láttam őket. A kocsi sütötte a lovát, hogy csak úgy ropogott. Szedtem a
a lábam, és berohantam a szalonyba, ahol a papa olvasott. Ezek megszöknek, össze akarják magukat házasítani. Liliék, a papa riprobsz utánuk. Én meg ordétoztam. Megszöknek, megszöknek. Reggel ott ült Lili egyedül a szalonyban, és bőgött. Te dög, elárultál bennünket, sziszegte. Akkor, mikor horgászni mentem. És képzeld, naplóm, kedves naplóm, a régi erődben megláttam egy nagy színes hólyagot, ami csak nőtt, na de ilyet, bemásztam az erődbe, hogy mi ez? Irtózatos egy balony, meg egy kosár, megszólalt egy óriás személy, hogy mit keresel itt? És úgy nézett rám a magasból, mint egy bacilusra. Én csak eztet akartam, talán a Verne Gyulának tetszik lenni. Nem, én doktor Páper, pofaszőr vagyok. És képzeld, kedves naplóm, már össze is barátkoztunk, és mindent elmagyarázott, hogy a hólyagban légenygáz van, és ezért repül fel, mert könnyebb, mint a levegő, és én már el is képzeltem, milyen elsőrendű érzés lesz lenézni, és látni, hogy forog alattam a főtt gömb. Látom Chicagót is talán, ahol még nem voltam, meg a kínaiakat, hogy eregetik a sárkányokat. Csak tudnám, milyen színű volt Kína a földrajzmappában. Még az is lehet, hogy meg tudom oldani a kínai kérdést, amiről a papa újságja annyit beszél. Jaj, de jaj, kedves naplóm, azt se tudtam mondani, egy perc kimehetsz, a hülye hólyag elszabadult. A pofacőr leesett, és akkora lett, mint egy bogár. A házak meg, mint egy gyufás katuja. Ó, de rémséges azt a elmondani neked, kedves naplóm, amiket ezek után átéltem. Sose nem leszek többé az a gondtalan ifjú, aki azelőtt voltam. Már eltűnt a föld is, nem látszott, csak alul a felhők, és sehol senki. Hisztériáztam, és kiabáltam, segítség, hívj fel, és imádkoztam, sírtam, édes Istenem, Dilas. Akkor jött egy madár, nem evett meg, de elájultam. Arra ébredtem, hogy nagyon fázom. Ittam valamit. Hű, de melegem lett. Jó is, mert lehet, hogy jön az északi sark. Korcsolyát meg nem hoztam. Vagy a hódig meg sem áll ez a hülye hólyag. És akkor eszembe jutott minden, amit a pofaszőr mondott a balonyról. Ha lyukas lesz, kislisszol belőle a gáz. Így is lett. Kezdett leereszkedni. Jé, mi ez a sziget? Ojé, ez egy borzasztó nagy hal. Körben az óceán. Gyorsan kidobáltam mindent a kosárból, hogy följebb emelkedjek, de kitört a vihar! Dobált a cél össze-vissza, mint egy falevelet. Jaj, nekem segítség, sehol egy fék se kormány! Alul felül víz. Sajnos csak 6 vajas kenyér maradt, mert a többit véletlenül kidobtam. Papa olvasta egyszer a hajótörést, hogy egy tengerész megette a harmonikáját, hogy életben maradjon. De mi lesz egy szegény kisfiúval, akinek még egy harmonikája se nincsen? De mi szerencse! A hólyag megakadt valamibe. Van remény! És mit látok a guggerembe? Főt! Főt! Ujjé! Meg egy hajó! Hajó! Itt vagyok! Ahó! És minden jó! Hajó a vége! Szokta mondani Tinti. És tényleg a kapitány csónakot küldött, mert látta, hogy valami vigyeg a fa tetején. És nagyon kedves volt, és meg is kérdezte, hogy érzi magát a fedélzeten, kedves kolléga úr? Mikor már jó sokat ettem, és függői ágyam is lett. Plusz tengeri betegség. A szakács azt kérdezte, mit tétovázzak a bőrödre? Mert matróz tétova nélkül nem létezik. Egy vajas kenyeret, mondtam. Megszerettek a matrózok. Buffalóban elbúcsúztam, és feladtak a vonatra, mint egy csomagot. Amikor hazaértem, kitaláltam egy meglepetést, de a papa majdnem lelőtt, mikor bemásztam a kamra ablakon.
hanem hát összefutott az egész család, és úgy ünnepeltek, mintha én lennék Kolompos Kristó. Anyika dajkált, Tint sírt, Fifi összenyalt, a nő véreim nyávogtak. Anyikát én a végén majdnem megfojtottam. De másnap papa azt mondta, te Georgi, nem Pandora volt a hajó neve, ami tégedet megmentett? Itt az áll az újságban, hogy felrobbant és elsüllyedt a fregat. Szerencsére senki nem volt a hajón, mert a kapitány szektánsát keresték, amit valaki illető a tengerbe ejtett. De most jobb is, ha gyorsan leeresztem a függönyt. Meg is kérdeztem Tintitől, nem fehér a hajam ennyi viszontagság után? És hogy még mi történik velem, majd holnap elmesélem. Adjut!